Pontosan 1000 család számára nyújt majd segítséget karácsony idején az a tartós élelmiszereket tartalmazó önkormányzati ajándékcsomag, amelyet a napokban vehetnek majd át a rászorulók Sárospatakon. A gondozási központ a hét közepétől kezdi meg az érintett családok kiértesítését és a csomagok kiosztását. 1000 leginkább rászoruló sárospataki lakosnak egy ajándékcsomagot állítunk össze, amely tartós élelmiszerekből fog állni. A gondozási központ által nyilvántartott névsor alapján kerül majd kiosztásra a valóban rászorulók között. A gondozási központ 19-én szerdán kezdi meg kiértesíteni és kiosztani ezeket a csomagokat. A polgármester arra is meghívta a figyelmet, hogy az élelmiszer csomagok átvételéhez milyen iratokra lesz majd szükség. A rászorulók a gondozási központon keresztül a gondozási központ munkatársainak a segítségével fogják megkapni ezeket az értesítéseket. Az értesítés készhez vétele után tisztelettel kérek mindenkit, hogy a személyi igazolványával vagy a jövedelmét igazoló nyugdíjszelvényével fogja majd tudni átvenni ezt a csomagot. Ezzel a csomaggal kívánok mindenkinek kellemes karácsonyt és boldog új esztendőt. Az élelmiszer csomagok többek között lisztet, cukrot és olajat is tartalmaznak majd.